Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Vörös Sándor szavaival köszöntötte Hajnal Dóra önkormányzati képviselő a Nőklub 70 éves születésnapján megjelenteket. A város egyik legnagyobb és legrégebbi egyesületét ünnepelték november 21-én a Csillagerődben. 70 év egy ember életében is jelentős. Ennél is tekintélyesebb, ha egy közösség élheti meg kéz a kézben a 7 évtized meg annyi élményét, meg annyi szépségét, minden tartalmát, jóságát, vígságát, teljességét és örömét. Közösségük fontos szerepet tölt be Komárom város vérkeringésében. Településünk vezetése mindig számíthat önökre. Ezt hálás szívvel köszönjük. Miért is sarkalatos ez? Mert önök a közösség erejével hatnak a városra. Benne élnek, éltetik és formálják azt. Nem ijednek meg a feladatoktól, mindig tetre készek és áldozatosak, ha Komáromról van szó. A Nőklub egy színes közösség, csupa tehetséges és tenni akaró emberrel. Olyan komáromiak közössége, akik odafigyelnek egymásra. Akkor is ott vannak egymásnak és a városnak, amikor nehéz időket élünk. Tette hozzá köszöntőjében Hajnal Dóra. Molnár Attila ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a születésnap legfontosabb üzenete a közösség ereje. Ugye nem csak Komárom legrégebben működő civil szervezete a Nőklub, hanem az egyik legnagyobb taglétszámú, és ez nagyon fontos, ezt is leírtam magamnak, az egyik legvidámabb szervezete is, és erre külön büszke vagyok én is, mert amikor tudunk jönni a rendezvényekre, akkor az ember mindig lelki erőt kap, és látja a sok mosolygós arcot, akár a táncos hölgyektől, akár a klubtagoktól, bármilyen rendezvényen. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan lelki erőről teszünk tanúbizonyságot, amely mindig kiemelté teszi a Nőklubnak a tagságát, és erre legyünk azt gondolom büszkék. Úgyhogy én szeretném megköszönni ezt az elmúlt 7 évtizedet mindenkinek, aki tett érte. Leginkább természetesen a jelenkorban, hiszen el szoktuk mondani azt, hogy egy nemzetnek, egy városnak az erejét mindig az mutatja meg, hogy milyen erős közösségei vannak. És a Nőklub az az elős, legrégebbi, legerősebb, legösszetartóbb közösség, amire mindig lehet számítani. És ezt köszönöm a tagoknak. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, mint fogalmazott, a klubban csupa vidám tevékenység folyik. A legvidámabb csapat itt ebben a városban, és ez nagyon jó. Én szívből jöttem gratulálni. Nagyon örülök annak, hogy van, aki viszi a zászlót és viszi a tradíciót. Amit viszont hozzá kell tennem, és jártamban a kertemben mindig buzdítok mindenkit arra, hogy valóban elvisz minket az elektronika világa, különösen a gyerekeket, a fiatalokat elviszi az elektronika világa. De tapasztalatból tudom, hogy ők is vágynak a közösségre. Vagy vannak olyanok, akik vágynak a közösségre. És hogyha őket lehet integrálni, akkor rajtuk keresztül talán el lehet jutni másokhoz is. A mi feladatunk talán az, hogy a modernkor vívmányaival segítsük ezeket az egyesületeket, ezeket a civil szervezeteket. Tehát feladat az, úgy gondolom az önkormányzat a megye részére, hogy adjon platformot, adjon lehetőséget a bővülésre, adjon lehetőséget arra, hogy az ifjúság, a fiatalok ide találjanak. Ünnepi gondolatai zárásaként Popovics György emléklapot adott át a klub vezetőinek, Vas Gyulánénak. Vas Gyuláné 2002 óta immár 20 esztendeje vezeti a Nőklubot. A Nőklub 1952. április 3-án 75 taggal alakult meg, Városi Nőtanács néven. Az akkori vezető Szabó Imréné Nadi néni volt, aki mellett szintén elnöki pozíciót töltött be Voher Jánosné. 1994-ben vették fel a Komáromi Nőklub nevet, Juhász Árpád névezetésével, őt 2002-ben váltotta Vas Gyuláné Marika.
a jelenlévőknek a klub alakulásáról, valamint a közösen eltöltött évekről számolt be. Beszédében elmondta, az egyesület aktív tagja a város életének, szinte nincs olyan esemény, kezdeményezés, amelyhez ne csatlakoznának. A városban működő civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápolnak, többek között a Szőnyi Kulturális Egyesülettel, a Vörös Kereszttel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Kemence Egyesülettel. Kemence Egyesület szervezésében alábbi programokon vettünk részt rendszeresen. Mártonnapi vigasságon zsíros kenyeret kentünk, illetve teát kínáltunk. Családi napon sütés-főzés közben segédkeztünk, továbbá megmutattuk azok termékeinket, amely az asszonyaink külön foglalkozás keretében erre rendezményre készítettek. Például tarisznyát vartak, különféle filc figurákat, illatos szívecskéket, és még sorolhatnám. Asszonyaink közül többen részt vettek a kiskukta tábor lebonyolításába, tudásukat átadva segítették a kiskuktákot. Különféle előadásokon, illetve kulturális műsorban is részt vettünk. A falu karácsony lebonyolításánál asszonyaink kürtös kalácsot sütöttek évről évre. 40 kiló lisztből sütöttek a lángost a Szőnyi tónál. Ezen kívül saját zenekarunk tagjai rendszeresen résztvevői a családi napnak. Szőnyi Kulturális Egyesület által szervezett rendezvényeken vettünk részt. Főzőverseny, szüreti mulatságon, kulturális előadásokon, táncrendezvények látogatása. Évek óta részt veszünk az autómentes napon, ahol óvodásoknak, illetve iskolásoknak zsíros kenyérrel, péksüteménnyel, illetve gyümölccsel kedveskedünk. Városi Gyermeknapon lévő rendezvényen is aktívan részt vettünk, kézműveskedtünk gyermekekkel, társasjátékoztunk, valamint ügyességi vetélkedőn segítettük őket. A Városi Vöröskereszttel is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, olyannyira, hogy 2022-ben megalakult a Nőklub önálló vöröskeresztes alapszervezete 10 fővel. A nőklub tagjai szívesen kirándulnak. Az évek alatt rengeteg települést felfedeztek, klub létszámuk idén 120 fő. Taggyűléseiket minden hónap első hétfőjén tartják. A résztvevők a klub életéről egy videót is megtekinthettek, majd a Magyarok Dalszínház énekesei tették emelkedetté a jeles eseményt. A születésnapi ünnepségen méltatták mindazokat, akik régóta tagjai a szervezetnek, valamint akik kiemelkedően és fáradhatatlanul dolgoznak a nőklubért. A folytatásban Filotásné Fekete Mária szavalata következett. Úgy kellene olyan forrón szeretni, hogy szívünkből nem újjal el sosem a szeretet, amely összeláncol és megszépíti minden percedet. Úgy kellene félteni és óvni egymást, mint a drága kincseket, mely ott ragyog a szíved legmélyében, és nem pótolja többé semmi sem. A Nőklub saját házi zenekarának produkciója színesítette a jeles alkalmat. Az ünnepség végén szenyor örömtáncosok örvendeztették meg a Nőklub 70 éves fennállásának évfordulóján megjelenteket.